Húzd meg! Húzd meg! A nagy halászat alkalmából az öreg tóból kifogott halak élete innentől három irányt vesz. Lesz, amelyik megvásárolható, lesz, amelyikükből sült vagy halászlé készül, és lesz, amelyik a telelőbe költözik. 15 éve, hogy a halászok termést betakarító munkája ünneptatán. Az öreg tó halászati tevékenységét már az 1900-as évek elején is nagy érdeklődés övezte. Magyarország első mesterséges halastava az öreg tó. Tata vizek városa. Tehát az öreg tó, mint egy víztározó főmű, mert ugye elsősorban árvízvédelmi funkciói vannak, de ezen túlmenően a mezőgazdaság, hallgazdálkodás az dominánsan nyomon követhető, felelhető az öreg tó történetében. Úgy gondoltuk, mint térségi helyi hallgazdálkodó, hogy lakóközösségünknek, lakókörnyezetünknek, de minden érdeklődőnek tartozunk annyival, hogy ezt a ritkán látható állattartó ágazatot, szakmát, ezt testközelből be tudjuk mutatni. És persze célja a fesztiválnak, hogy a halhúsból készült ételeket is népszerűsítse. 1970-től több mint 35 éven át egyedül Tatán volt halászati képzés. A volt diákok mára mind a halászat a halfőzés mestereiként jönnek vissza Tatára, hogy saját termésű vagy tatai halból hagyományos tájjellegű ételeket főzzenek. Minőségi paprika nagyon lényeges, már ebből egy alkotóelem hiányzik, az erős paprika. Mészáros Pál halászmester, többszörös országos halfőző bajnok Cibakházáról. Szintén Tatán tanulta a halászat mesterségét. Receptjeivel pedig a hagyományos tiszai halízeket kínálja, korszerűen még az ételallergiásokra is gondolva. Mi vezetőbére kukoricalisztet, mert sajnos nagyon sok a lisztérzékeny ember, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy kukoricalom készült, tehát amivel a panírozom, mindenki megérti, a lisztérzékenyek is bátran fogyaszthatják. Hát Cibakházán tiszaias halásztavet csinálnak, inkább nem a baj módra, passzíroznak, meg aládísztelik a hagymát, hát az is finom. Mindegyik jó, végeredménye fontos. Mindegy, hogy készül, a végeredménye lényeg. Gyakorlatilag a halból el lehet készíteni mindazt a tejszínes, vagy bármilyen alappal készült dolgok, mint a csirkéből. Tehát a csirke is nagyon gyorsan főd, a hal is nagyon gyorsan főd, ugyanazt el lehet készíteni a halból, mint a baromfi féliből. Csak sokkal egészségesebb. A 15. Öregtavi Nagyhalászat Fesztiválján 11 halfőzőmester kínálta a különlegesen pácolt, füstölt, rántott, harcsát, sügért, angolnát, tokhalat, és persze volt halászlé pontyból, dunai, tiszai, tatai módra is. Mindemellett rengeteg színes program várta az érdeklődőket két napon keresztül az öreg tó partjára.